Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól, július 23-ára, 24-ére és 25-ére. Az energia nagyon hasonló. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. De van az új jóga is, bizonyos gyakorlatok. Most mutatok egy új gyakorlatot, és ez ahhoz vezet, hogy megtaláld a belső nyugalmadat. Mégpedig először figyelj erre a pontra. Tehát a gondolataidra, ha vannak negatív gondolatok, mint például, ó, ez úgysem fog sikerülni, akkor változtass valamit a gondolataidon. Igen, ez most sikerülni fog. És gondolj erre, amikor belélegzel. És amikor kilélegzel, akkor engedd ezt el. És ehhez van egy jóga, egy új jóga. A hüvelyk ujjunkat befele tesszük, és a mutató ujj, középső ujj így átöleli a hüvelyk ujjat. A gyűrűs ujj és a kis ujj megérinti egymást. Amikor belélegzünk és odafigyelünk a gondolatainkra, akkor egy kicsit összenyomjuk az ujjainkat. És amikor ezt elengedjük és kilélegzünk, akkor kicsit lazítsunk az ujjainknál. Tehát így van a gyakorlat. És ennek a gyakorlatnak van egy nyugtató hatása. Az indiai számítás szerint a hold a bika jegyében van. Ez is a nyugalomra utal, a szép környezetre, hiszen élvezhetjük az életet. Amit a bika jegye még szimbolizál, az anyagi dolgok. Tehát a napokban rendezhetjük az anyagi dolgokat. A nap és Merkur bolygó az indiai számítás szerint a rák jegyében van. És a rák jegye és a bika jegye jó kapcsolatban áll egymással. Ez lehet egy előnyös szerződés, bizonyos beszélgetések, különösen, ami a munkát, az anyagiakat illeti. Vénusz bolygó utal ránk hölgyekre, és szimbolizálja a szerelmet. Vénusz bolygó az ikrek jegyéből hat, tehát a levegő eleméből. Itt lesz mozgás, vannak kapcsolatok, megvan a játszadozás, a könnyűség. Mars bolygó az a kos jegyében van, és mivel Mars bolygó uralkodik a kos jegye felett, tehát van egy erős Mars energia. Ez jelenti az életerőnket, a bátorságunkat, a lelkesedést. Mars bolygó és Vénusz bolygó között szintén van egy jó kapcsolat, hiszen a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, az ikrek jegye a levegő eleméhez, és a tűz eleme, a levegő eleme barátságban áll egymással. Tehát van egy jó kapcsolat, és ez kihat a szerelmi élet területére. Jupiter bolygó ott van, Mars bolygó közelében, a szomszéd jegyben is jó hatással van Mars bolygóra, tehát a férfiakra. És itt vannak lehetőségek, vagy lehet szerencse is. De abban az esetben, ha mi hölgyek nagyon kíváncsiak vagyunk, vagy szeretnénk tudni azt, hogy mi a terve, vagy mik az érzelmei, akkor előfordulhat, hogy mi hölgyek eltúlozunk valamit, ő ezt félreérti, és visszahúzódik. Tehát itt is van az arany szabály, a kommunikációnál ne túl sokat, ne túl keveset. A hold a mai napon a kritika holdházban van. Ez a plejádok és a hiádok hatása alatt áll. A plejádok és a hiádok azok az aranykaput jelentik az ekliptikán.
Tehát a hold most elérkezik ehhez az arany kapuhoz, és ez kihat ránk most a napokban. Mégpedig itt fontos döntésekről van szó. De az a fontos, hogy legyen meg a hit, a bizalom, hogy minden jó irányba alakul. És ez az új jóga, és ez a lélegzési gyakorlat segít abban, hogy meglegyen ez a belső erő, ez a belső hit, és a belső nyugalom. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.